A Pécsi Fidesz és a Kereszténydemokraták Szövetsége már az ősszel bejelentette, hogy amennyiben 2024 júniusában lehetőséget kapnak a város vezetésére, akkor egy közszolgálati dolgozói kedvezménycsomagot állítanak össze, mondta Barkóczi Csaba, a Pécsi Fidesz önkormányzati képviselője a pénteki sajtótájékoztatón. Beleértve itt a polgármesteri hivatal dolgozóit, az önkormányzati szociális, kulturális, egészségügyi intézmények dolgozóit, valamint a rendőrség, a tűzoltóság és a katasztrófavédelem munkatársait. Egy olyan kedvezménycsomagot állítunk össze, amely mind az ő lakhatásukat, mind a városon belüli mobilitásukat, a városi tömegközlekedésben való részvételüket, valamint a városi kulturális intézményekhez és sportlétesítményekhez való hozzáférésüket, tehát kvázi a szabadidős tevékenységüket, az segíti és támogatja különböző kedvezményes áru bérletekkel, bérleti lehetőségekkel. Sajnálattal vették tudomásul, hogy bár ez a téma már lassan fél éve napirenden van a városban, a jövő heti költségvetési előterjesztés megtárgyalásában nyoma sincs, hogy ez szerepelne a jelenlegi városvezetés tervei között, fogalmazott a fideszes képviselő. Mi azonban vállaljuk azt, hogy amennyiben a Pécset a jobb oldal ismét szerephez juthat a város vezetésében, ennek az évben a mostani helyhatósági választástól kezdődően, akkor hozzányúlunk ehhez a kérdéskörhöz, és biztosítjuk azt, hogy tényleg versenyképes feltételeket tudjunk teremteni a közszférában dolgozóknak. Mindezt a támogatást szövetségesükkel, a KDNP-vel együtt tennék meg, tette hozzá Barkóczi Csaba a polgári oldal képviseletében.